késznek el kellett volna menni, inkább fogadta a pofot. Pof által állt meg kész, csak ne legyél kész, fiam. Egész életedben kész vagy, kész Tibor. Úgy készítették el kész Tibort, hogy ő már kész. Készen érkezett ebbe a világba, kész focista lesz belőle. Kész csoda, hogy még egybe van. Szabadrugás. Figyelem, szabadrugás, megy a labda, hosszúsan kapufa, visszatuk a kapufát, a labda ott van, egyet is túlmegy. Ajjajjajjajjaj, de gyönyörű volt. Az a hely nagyon szép hely, óriási kézbombát láttuk. Ha ez bement volna, kész Tibortól kész csodát láthattunk volna, de ez a csoda egyelőre csak kapufa névre szól, ez pedig egy hosszú labda, jövünk, hárman fejelünk, és a vendégek nyelik el a labdát. Kótun nem fél senkitől, gyönyörű passz! Kész Tibornál a labda, gyerünk kész, ott van a labda, Hicskánál a labda, Hicska lőd, ezt a gól, bent van, Hicska, 2-0, Hicska, 2-0, gól! Megvan a második, ott a 16-oson belül ölelkeznek a beregszásziak. Hicska bejött és bevágta. Bravo, nem is ért a labdához, csak imádkozott. Ne menj mellé, te nyomorult labda, maradj bent, és a labda bement. A kapus szomorú, gyászban van a vendégcsapat, fehérben, és az edző most magyaráz a bírónak. Hát 2-0, hát hogy tudunk még itt 3 gólt lőni? Pofa, bemondja az a bíró, mert ő is tud állami nyelven beszélni. 2-0-ra velünk, Hicska! Érzem, a szalonasütés lentről jön felfele, a füst is látni, és csorog a nyálam, mindjárt megfúlok. Atya úristen, adjon valaki egy pohár vizet, nincs sör, bedobás következik. Javoriv, gyönyörűen. Elment, tessék megnézni, ott van, kész, most adja belőle, ott van, Luca, mit csinált Luca? Se szó, se beszéd, hideg vérrel, jégmedve hideg vérrel, átemelt a kapun, és Luca bevágja gólt az 5. percben, micsoda támadás, hajrá Beregszász! Jönnek a beregszásziak. Luca Laci meg kellene, hogy előzze a játékos, és ott van Luca Laci, nál még mindig nála van. Harcol Laci, erígy Laci, támadj Laci, csibbeg Laci, ülj a nyakába, vedd fel a ruháját, öltöztes le. Bankett, lakodalom, mennyasszonyi tánc. Itt pedig tessék megnézni, micsoda a labdát, Kautunnál a labda, Kautun megy ki fel a kapus egy-egyre, Kautun egysel, Kautunnál a labda, bevágja Kautun, 2-0, gól! Kautun Vasili volt az, aki elment, tudta, látta, érezte, ment, defektett a kapus elaludt, már szép álmokat álmodott a 7. mennyországból, mikor Kautun elment és bevágta, 2-0-ra vezet a beregszászi csapat, gyönyörű gólt, Vasili Kautun! Rosszul van a kapus, elrontotta a gyomrát. Ide lehetett hallani valami a nadrágjában megszólalt, és megy is a bíró, viszi a nospát, hát ha magához tér. A 2 orvos szalad befele, ki lesz a gyorsabb, gyerünk Jóska, érd utol az orvost, Jóska, és egyszerre érkezik a 2 orvos, már ülnek a játékosok, következik a varázsvic, cipőcsere vagy fűzőcsere, bütyök, műtét, vírasztás, szabadrugás. Áll a játék, 2-1-re vezet a Beregszász. Csinbe adta vissza a labdát, és így muszáj volt. Jóska készen van, és görkorcsolya nélkül, mint a hegyi lakó bejön avval az Adidas táskával, ahol van benne egy laptop, és onnan nézi a visszajátszást, milyen orvosságot vigyen be a játékosnak, kiveszi a táskából a vizet, megönti, hogy az a kurva víz mindent tud gyógyítani, ezt soha nem értettem, de van benne valami, ha egyszer az egész világon ezt csinálják. Cserélet. Nagyon jó. Titanic. Gyönyörűen elment Kautun, a gőbe azt a labdát, Kautun, gól, 3-1, gól! Titanic, látta, mit csinált, Kautun felvette a tempót, tudta, mi fog történni, megállt az eső, arra kis időre, míg Kautun elment, kicserezte a kapucs és bevágta, 3-1, ez az, ami kellett,